Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát és mit fog tenni. A gondolatait itt felül és alul látjuk. Itt megvan az életerő, amivel be tudja ő bizonyítani magát. De azt is jelentheti ez az elefánt, ami szerencsét is hoz, hogy közli majd veled, hogy bizonyítsd be magad, hogy mutasd ki az erődet. Légy bátor! És itt van a szerelem, ami felszabadít benneteket egy bizonyos szűkös helyzetből. Az érzelmei itt láthatóak bal oldalon. Ő azt súgja számodra, légy olyan érzelmes velem, és minden előre fog menni, előre haladnak az események, de légy még kicsit türelmes hozzám. Mit fog tenni? Itt látható az égi áldás. Legyél hálás ezért az áldásért. Azon kívül hallgass az intuíciódra, a belső hangodra. Az jelentheti azt, hogy hisz abban, hogy kettőtök között ez a szerelem szépen kialakul, megvan ez az áldás, és emiatt hálás, de a képek azt is jelenthetik, hogy megvan nálad a tehetség, és ki tudod bontakoztatni magadat a spirituális területen. Légy bátor, indítsd ezt az irányt, minden előre fog menni. És megnézzük azt, hogy mit mutatnak még a kártyák. Ez a szerelem, ami mindkettőtöket felszabadít, vagy kiszabadít benneteket egy bizonyos helyzetből. Itt a kasza azt jelenti, hogy le tudtok zárni bizonyos dolgokat, vagy kapcsolatokat. Összefogtok, ez a szerelem felszabadít benneteket, lezárjátok a múltat. És az elefánt, ami szerencsét hoz, de jelenti a bátorságotokat is, itt sikerek lesznek, megkiderül a valóság, megvan ez a kisugárzás, vagy a vonzalom kettőtök között. Előre mennek a dolgok, miről van szó. Itt a virágcsokor jelentheti a te szépségedet, vagy egy kreatív tevékenységet, de azt is, hogy a szerencse, vagy egy ajándék, vagy egy jó ajánlat útban van hozzád. Az érzelme, légy érzékeny. Ha nem mutatod ki az érzelmeidet, akkor ő úgy érzi, hogy te fogva érzed magadat a toronyban. Vannak korlátozások. Vagy azt is jelentheti, ha nem így közeledsz hozzá, ilyen finom érzelmekkel, akkor ő érzi magát fogva ebben a toronyban. És a türelem. A ház az lehet egy családi kapcsolat, vagy jelenteti az otthonát. Lehet, hogy akar valamit változtatni, költözni, vagy szeretne veled együtt kiépíteni valamit, de ahhoz, amíg ő döntéseket hoz, kell egy kis türelem. A te belső hangod, itt vannak még félelmek, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Félsz attól, hogy elveszíted őt, vagy elveszíted a munkádat, vagy lesz kiadás, pénzveszteség. És a belső hangod azt diktálja,
Tedd át magadat a félelmeken. A hála. Miért kell hálásnak lenni? Az életerő miatt, hiszen ez a medve jelenti az erődet. Ezzel be tudod bizonyítani magadat, tudod óvni magadat. Ez az erő jelenti a belső erőt, a hitet is. És itt van az áldás, a segítség az égiektől. Ez szerencsét hoz számodra. Lesz egy szerencsés fordulat. Az ő aktuális energiája. Itt vannak kapcsolatok, szerződések, vagy azt is jelentheti a kártya, hogy visszatér hozzád, keresi veled a kapcsolatot. A te energiád. Itt megvan a hited. Tudod azt, hogy lesz egy találkozás, amikor a sors utatok kereszteződik, fontos döntéseket fogsz hozni, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy leírnád a véleményedet a kommentárba. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!